A csapat a várakozásnak megfelelően szerepelt az őszi szezonban. A 11. helyen állunk. Már a nyáron tudtuk, hogy egy nehéz erős bajnokságnak megyünk neki, ez az őszi fordulókba be is igazolódott. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a korosztályos csapatból 15-16 játékos a első, illetve a megyei első osztályban a második csapatunkban szerepel, így nálunk az U19-es bajnokságban döntő többségben a korosztálynál egy évvel fiatalabb játékosok játszanak. Ez az eredményesség szempontjából nem biztos, hogy előnyös, viszont abból a szempontból, hogy olyan játékosok is játék lehetőséget kapnak egy magasabb szinten, akik ellenkező esetben talán kevesebbet lépnének ebben a korosztályban, ebben a bajnokságban pályára. A bajnoki rajt február 22-én kezdődik, Nyíregyházán kezdünk, ez azt jelenti, hogy 6 hetünk van a felkészülésre, ez egy hosszabb időszak a felnőtt csapatunkhoz képest. Utánpótlásban ebből a felkészülési időszakról nem nagyon beszélnék, vagy nem a szó hagyományos értelmében, hiszen itt elsősorban nem a bajnoki mérkőzésekre készítjük fel a játékosokat, hanem mind technikailag, taktikailag, kondicionálisan, illetve mentálisan a felnőtt pályafutása az élsportra próbáljuk, így nem is elsődlegesen az eredményesség, a bajnoki mérkőzéseken való szereplés a döntő cél. Természetesen a játékosok fejébe benne van, hogy a bajnokikon olyan teljesítményt kell nyújtaniuk, amellyel vezetőinket, edzőinket, vagy akár a felnőtt csapat stábja is felkapja egy-egy teljesítményre a fejét. A felkészülés során heti 5 pálya, illetve 2 kondícióedzésre, konditermi edzéssel készülünk mellette, elsősorban megye egyes csapatokkal játszunk felkészülési mérkőzéseket. Nagy mozgást a keretben nem tervezünk, talán egy-egy játékos, aki az ősszel kevesebbet játszott, kerül át UFC-s csapatainkhoz, UFC-s csapatunkhoz, illetve ott a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közül próbálunk meg egy-egyet nagyobb, jobb, erősebb bajnokságban játék lehetőséghez juttatni. Elmúlt időszakokban, elmúlt években jellemzően az U19-es korosztályban egy-egy elsorvadás, lemorzsolódás volt jellemző. Ebben az évben ez nem volt tapasztalható, megfelelő létszámmal, megfelelő minőségben tudtunk készülni az évben. Azt gondolom, hogy jó közösség, edzeni szerető társaság jött össze, ahol mindenképpen a további célunk is az, hogy olyan minőségi munkát, képzést végezzünk, melyből ezekből a gyerekekből minél több tud bekerülni felnőtt csapatunk keretébe. Az első félszezon eleje kicsit nehezebben indult nekünk, mivel hogy voltak olyan meccsek, ahol egy góllal kaptunk ki, és hát ezeket a meccseket nyilván meg kellett volna nyerni, és akkor most persze előrébb lennénk a tabellán. De nagyon remélem, hogy a második félszezonban ez jobban fog sikerülni, meg ugye most a felkészülés az jól megy, szóval remélem, hogy most a második félszezonban több pontot szerzünk, mint az elsőben. A csapat az rendben van, mert hogy az öltözőben is nagyon jó a viszony a csapattársak között, és ugye az edzővel is nagyon jó a viszony, szóval ezzel nincs gond.